Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat. Ez egy általános kivetés lesz, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, hármas kapcsolat, a díjam 4000 forint. És most megnézzük az ő helyzetét, ezt a hölgyet a háttérben, hogy állj hozzá, mi várható. Először bepillantunk ennek a hölgynek a gondolataiba. Mik a tervei? Itt látható ez a gyűrű, az jelentheti azt, hogy ők házasok, vagy ez a hölgy tervezi ezt a házasságot. Ez a gyűrű azt is jelentheti, hogy valami vagy valaki visszatér az ő életébe, lehet, hogy vannak nála ezek az elvárások. Mit érez ez a hölgy iránta? Itt vagy a gyermekekről van szó, és házasok, ott van a család, a gyermekek, emiatt akar még ebben a házasságban maradni, vagy amit ez a gyermek még jelenthet, hogy ez a hölgy szeretne egy új kezdetet kialakítani vele. És mit fog tenni? Itt az utak láthatóak. Az jelentheti azt, hogy döntéseket fog hozni, mert elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, új irányba tekint, és a gyermek utalhat egy új kapcsolatra, hogy ez a nő megismerkedik valakivel, és akkor lesz ez a kötődés, ez a kapcsolat, amire a gyűrű is utalhat. Tehát döntéseket fog hozni, tekint egy új irányba. A lelkitársad, hogy gondol erre a nőre? A férfiak persze gondolják ezt másképp. Itt megjelenik ez a horgony, ami azt jelenti, hogy ő szeretne valahol lehorgonyozni, kell számára a biztonság érzete. A Le Nomád kártyánál a horgony jelenti a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy tervez munkahelyi változást, ami a párkapcsolatot illeti, ő úgy gondolja, hogy azért kellene, hogy maradjon ebben a párkapcsolatban, mert dolgozik, mert pénzt keres, mert gondoskodik erről a nőről vagy a családról. És mit érez a nővel kapcsolatban? Itt látható a ravasz róka, nem bízik benne. Ő úgy érzi, hogy ez a nő kihasználja, becsapja őt, megcsalja őt. És mit gondol rólad? A kulcs jelenti az ő magabiztonságát, vagy úgy lát téged, hogy te vagy magabiztos. Itt kinyílik számotokra egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Tehát megvan arra a lehetőség, hogy kettőtök között kialakuljon egy tartós párkapcsolat. Mit érez irántad? Itt látható a nyilvánosság, tehát ő ezt ki akarja mutatni kifele, hogy együtt vagytok. Nem akar titkos párkapcsolatot. Mit fog tenni? Ez a kép utal a válásra, tehát elbúcsúzik ettől a nőtől. Számotokra kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, ott van a nyilvánosság, tehát mindenki tudhat arról, hogy ti együtt vagytok. Hogy gondolj erről az eseményről, erről a hármas párkapcsolatról? Itt ez a férfi áll a középpontban, a gondolataidban, és megbízol benne. Milyen lehetőségek vannak?
Itt lesz mozgás, lesznek változások, előre mennek az események. Ő, tehát ez a férfi irányítja a dolgokat. A te érzelmeid. A hajó jelenti azt, hogy megvan a remény arra, hogy együtt legyetek. Itt lesz egy utazás, ez lehet egy közös nyaralás, vagy egy belső út és egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. A kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, tehát itt is lesznek változások. A kígyó jelentheti ezt a nőt is, és fölötte ott megjelenik egy férfi, tehát ez a nő megismerkedik valakivel, és ez váltja azt ki, hogy köztük szakításra kerül a sor. Mit kellene tenned? Itt van az erő, a belső erő is, a hited. Higgy ebben a kapcsolatban. Azon kívül te adsz számára erőt, vagy ő ad számodra erőt. Meg lesz nála is az erő ahhoz, hogy lezárja ezzel a nővel a kapcsolatot. És a jövő. Itt látható a szerencse, és ez a szerencse hamarosan beköszönt hozzád. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!